Kultúra nélkül nincs élet. Simon István nyugalmazott református lelkész köszöntőjében a kultúra fontosságáról beszélt Dunaföldváron a Magyar Kultúra Napján szervezett ünnepségen. A településen már 14 éves hagyomány, hogy jutalmat adnak át ezen a napon. Terike néninek én azt kívánom, hogy jó egészsége legyen, őrizze meg mindig fiatalságát, és tartsa meg alkotó kedvét. Idén az elismerést Szászvári Józsefné nyugalmazott pedagógus kapta, akinek munkáját 2010-ben Dunaföldvárért emlékéremmel ismerte el a város, most pedig Dunaföldvár kulturális életében kifejtett tevékenységért tüntették ki. Horváth Zsolt polgármester és Pataki Dezső, a Dunaföldvár kultúrájáért alapítvány kuratóriumának elnöke adták át a kitüntetést. Szászvári Józsefné 35 éven át a Dunaföldvári általános iskolában tanított. Nyugdíjas éveiben belevetette magát a közéletbe. Aktívan részt vett a helytörténeti klub munkájában és rendszeresen ír a helyi lapban. Mindamellett, hogy számtalan cikk kiadvány jegyzi a nevét, újabban régi városi fotók gyűjtését is végzi, de ő maga is készít fotókat. Távoli ismerőseim pedig csodálkoztak azon, és mondták, hogy te ilyen szép városban élsz. Életrajzok és arcképek Dunaföldvár múltjából című két kötet egyik szerzője, főműve pedig a Beszédes József és Dunaföldvár című kötet, melyet több évi kutatómunka után vehettek kezükbe az olvasók. Levéltárban is sokat kellett kutakodni. Hát az anyakönyveknek a beszerzése volt a legnehezebb, és így valahogy összeállt Beszédes élete. A szakmai munkásságáról nagyon sokat tudtunk, akkor már ugye az interneten is tudtunk tájékozódni. A Kultúra Napi ünnepség a Cimbali Band zenekar koncertjével zárult Dunaföldváron.